A refraktometria törésmutató mérésén alapuló analitikai vizsgálati módszer mennyiségi és minőségi vizsgálatra alkalmas. Általában oldatokat vizsgálunk ezzel a módszerrel. Az oldatok koncentrációja arányos a törésmutató változásával. A törésmutatót a teljes visszaverődés határszögének mérésével határozzuk meg. A növények, illetve a sejtek és a körülöttük lévő oldat között anyagáramlás mehet végbe. Ha a sejt töményebb, mint a környezete, akkor a környezetből víz áramlik a sejtbe, mindaddig, amíg a sejten belül, illetve a külső nyomás különbsége ki nem egyenlítődik, és meg nem egyezik a beáramló víz hidrosztatikai nyomásával. Körülbelül 2 órával ezelőtt 4 cm-es burgonya hengereket helyeztünk ezekbe az oldatokba, amelyeket úgy készítettük, hogy a koncentrációjuk 0,1 mol-tól 1 mol-os szaharóz oldat legyen. Kiveszem a szövethengert, és nem mérem a hosszát. A 10-es oldatban a szövethenger 4,4 cm-es. A 9-es oldatban a szövethenger hossza 4,2 cm. A 8-as oldatban abban 4,5. A 7-es oldatban 4,4. A 6-osban 4,2. Az 5-ös kémcsőben 4,2. A 4-es kémcsőben 4,7. Ez 4,8. 2-es 4,9. Az egyes kémcsőben lévő hossza pedig 5 cm. A vízpotenciál meghatározása a refraktométerrel, törésmutató mérése alapján. A refraktométert desztillált vízzel a nulla helyzetét leellenőriztem, beállítottam. A mérőprizmára cseppentek a cukoroldatból. Óvatosan lezárom a fedőprizmával, és a szálkereszt közepére állítom a sötét és világos látómező határát, és leolvasom a törésmutatót, illetve hát leolvashatom róla a tömegszázalékos összetételt is. A törés mutatója 1,334. Lemérjük az eredeti cukoroldat törés mutatóját is. ...1,3355 a törésmutatója. Hasonlóképpen az eredeti oldat koncentrációját és a szövethengerek kivétele utáni oldat koncentrációjának törésmutatóját megmérjük.